A magyarok 20%-a kényelmesen kijön a jövedelméből, míg 4 5 hiányos a családi kasszája. Ez a hiány havi szinten a többségnek mintegy 200 ezer forintot jelent, ennyi kellene még pluszban a kényelmes élethez. Az élelmiszerárak emelkedése miatt július óta átlagosan 30 ezer forinttal többet költenek a megkérdezettek konyhapénzre, és a következő hónapokban további drágulásra számítanak. Jelenleg havonta átlagosan 142 ezer forintot költenek élelmiszerre. A nehezebb anyagi körülmények ellenére nem nőtt azok aránya, akik hitelt terveznek felvenni a karácsonyi költések fedezésére, a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása a negyedik legnépszerűbb hitelcél a személyi kölcsönök esetében. A magyarok 11%-a tervez hitelt felvenni a következő évben. A legnépszerűbb hiteltípus a személyi kölcsön, az átlagos hitelösszeg pedig 1,2 millió forint. A magyarok kétharmada idén is állít karácsonyfát, ahol lesz fa, ott az otthonok több mint felében műfenyőt díszítenek. Vágott fenyőt a magyarok 30%-a vesz, 10%-a pedig földlabdás verziót választ. A fenyőre legtöbben 10.000 forint körüli összeget szánnak, az ünnepi dekoráció másodlagos. A magyarok 73%-a idén egyáltalán nem költ erre. A 2019-es 78%-ról 58%-ra csökkent azok száma, akik ajándékot vásárolnak. Azok, akik szeretnék megletni családjukat, barátaikat, átlagosan 47500 forintos keretben gondolkodnak, míg 2021-ben ez az összeg 35800 forint volt. A magyarok 46%-a minél olcsóbb alapanyagokból szeretné a karácsonyi asztalra varázsolni a család kedvenceit. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy mást sütne-főzne, mint a korábbi években. Egyharmaduk nem változtat a megszokott, jól bevált ünnepi menün. A hal még mindig vezeti a listát, minden második családnál terítékre kerül. A karácsonyi kedvencek listáján a második hely a sertéshúsnak jutott, amelyet a dió és a mák követ.